Kedves testvérek, igazából Szentsát vasárnapján nem nekem kéne itt állnom, hanem ahogyan az egyik prágai plébánián szokása hosszú éveken át, a plébániából egy-egy család a szentbeszéd helyén és idején, ő mondja el, hogy hát a család életnek a nehézségét és örömeit olyan tudják megélni a Krisztusi dicsekségével. Mert valójában őszintén Szentsád vasárnapján most, amikor a Szentsádra tekintünk, hát azokat a közhelyeket szeretnénk hallani, amelyeket ilyenkor el kell mondani. A hűség, a szófogadás, az engedelmesség, a megbocsátás, a szeretet a családon belül, és mi papok is sokszor abban a hibába esünk, hogy olyan család eszményt tárulunk fel a hívek előtt, amelyet mi sem tudtunk megélni otthonainkban, és amely szinte még a Szent Családtól is idegen. Mindezek helyett ma, hogy ilyen tényleg ilyen közhelyekkel teli szentbeszédet mondja, amikor tényleg nem nekem kéne itt ma állnom, három olyan gondolatot szeretnék nektek adni, amelyet talán otthon tovább tudtok egy kicsit gondolni. Az első olvasmányban arról hallottunk, hogy Isten az apának tekintét adott. Egy olyan tekintét, amely igazából a múlton alapszik, a bölcsességen, az apának a megnevezett emberségén, a család nevének a tekintélyén. Vagyis, hogy a múltat úgy meg kell őrizni. És ma, amikor tényleg ma mindenki azt próbál bennünk elérni, hogy a múltat úgy végképp eltörölni, és egy ingoványos dalra szeretnének bennünket állítani, és nem arra akarok beszélni, hogy az apa férfi és az anya pedig nő, hanem inkább arról, hogy a múltat hogyan tudjuk mi megőrizni és átadni. Hogy a múlt, tessék, az ne egy ilyen múzeumszerű legyen, mint például, mint amikor mi felvidéken, ugye mi még mindig nosztalgiáltuk, hogy Marta ismét visszacsatolna bennünket. Aki ilyen múltban él, annak a lába alól elveszik a talaj. Az nem a realitásban él. Ha ne legyen a múlt, hogy a múltban való visszanézésünk egy ilyen nosztalgiázás, és akkor abban ragadunk le. De olyankor ne legyen a múltban a múltnak az átadása, ne legyen a múlt, ne legyen bennünket foglyokká. Antartiszi plébánián történt, hogy ott a gyerekek mindig előültek az első nem tudom hány padnak. Hát ugye ma már gyerekek sincsenek, és azok, akik gyerekek voltak, beültek hátra, illetve hát az idősek is már hátul ülnek. És kértük őket, hogy hát jöjjenek előre. Kértük őket szépen, és elősebben. Minden megtettünk, csak hogy előre felolvassuk az Antartiszi plébánia híret. És ők nem jöttek előre. És nem vették észre ennek az Antartiszi plébánia a hívei, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy úgy szoktuk, hogy mi mindent úgy szoktuk, és életemben is úgy szoktam, és a családomban is úgy szoktam, mert mindenemben úgy szoktam, nem veszem észre, hogy ezzel sebeket tudok okozni a másoknak. Hogy én őt ezzel meg tudom bántani. A múltnak az átadása ezek helyett legyen tessék olyan, mint az élő folyam, hogy amely olyan átadás, amely engem érni. Hogy én miért tartom a múltnak egy-egy kövét van fontosnak. Tudjátok, és ismét csak a felvidéki létemet hozom elé, amikor mi gyerekek voltunk, az édesanyám, vagy a szüleink bennünket, évente ugyan a kis Jézus elvitték Jeruzsálemre, bennünket, a szüleink minden évben felvittek Budapestre. És két állomás mindenképpen kötelező volt. Egyrészt a Szent Koronát minden alkalommal meg kellett nézni, és a Szent Jobbot is. És amikor elmentünk a Hősök terére, az édesanyám, hát nem történész, de minden egyes hősünkről, királyról, fejedelemről valami tudott mondani.
És hogy ez hogyan érünk bennünket. Hogy próbáljuk, testvérek, a múltunkat úgy átadni, hogy az ne ilyen múzeumi nosztalgiázás, ne valamilyen szokás legyen, hanem ez egy élő forma, ami engem érint. Hogy a múltam, a múltunk, a tekintélyünk, az gazdagítsa a fiatalabb generációt. A Szentleckében pedig arról hallunk, hogy hát ezért nem csak a múltat kell átadni, de a jövőbe is kell nézni. A jövőbe való nézésnek a garanciáit hallottuk ma. A megbocsátás, a kiengesztelődés, az engedelmesség, a szófogadás, a tisztelet. Ezek a erények mind a jövő felé mutatnak, mind finítják életünket, vagy kapcsolatainkat, családjainkat a következő lépés felé. És itt tehát most azon gondolkodjunk, hogy a jövőt hogyan tudjuk mi befogadni. Mert ugye szép-szép, hogy van egy múltunk, de hát utána már van egy fiatalabb generáció, aki pedig valami újat akar, aki ugyanúgy boldog akar lenni, mint mi. És aki már ezt a boldogságot valami új eszközökkel, a kor vívmányaival, ha ilyet is lehet mondani, szeretné elérni. És olyan sokszor mi így elzárkózunk a jövő elől, és közben magunk leszünk szegényekké, vagy kevesebbekké. Emlékszem, amikor az internet ilyen nagy, már tényleg elterjedt, és sok-sok háztartásban volt, a testvérek biztosan látottak olyan híradásokat, amikor az idős otthonokban, vagy egy nagymamának, nagypapának oda raktak egy számítógépet, vagy egy laptopot, vagy egy okos telefont, és elkezdték megtanítani őket internetezni. Sőt, ez annyira jól sikerült, hogy ma már az egyik legnagyobb közösségi hálót is az 50 év felettiek adják ki ennek a hálónak a tagjait. Vagyis, hogy jó lenne, testvérek, tényleg úgy bizalommal elfogadni a jövőt is, megnyitottattá válni a jövő felé. És hogy hadd mondjak valami, ami egyfolt bácsi. Ugye a mi egyházközségünk tényleg az alapja a sok-sok család, akik vasárnapról vasárnapra itt vannak. És azt hiszem, hogy ennek a jövőbe való nézésnek, és úgy, hogy megtartsuk a múltat is, olyan szép példája éppen a mi is másoknak a nagy serege. Éppen a Kornél volt az, aki azt hiszem 8 éve döntött úgy, hogy szakít azzal a hagyománnyal, hogy 8-nak vége, és itt hagyják az új szolgálatát. És kellett ez a bátor lépés a jövőben. És miközben a templomunk ilyen szép kopár középkori, akkor nem, de ennek a bátor lépésnek a gyümölcsét látjuk a mai napig is, hogy megfér az Úr asztala mellett óvodás és egyetemista egyaránt. Megnyitni a szívünket tényleg a jövő felé, úgy, hogy a múltat is megtartani. Kérjük a Szent Család vasárnap ezt a bátorságot, ezt a bölcsességet, hogy a múltat hogyan tudom én átadni, a múltból azt, ami engem megtart, miközben nem a múltnak a rabja leszek, és nyitottá válok a következő generációnak a vívmányai, a jövő felé is. És azt hiszem, tessék, hogy a mai evangéliumban pedig, és bízom, hogy ezeket a gondolatokat meg tudjuk őrizni így a szíveinkben, és ugye a régi családi modellek helyett, amelyek nem azt mondom, hogy régmúltak, de hát ma már olyan sokszor látunk, testvérek, hát, hogy megfordulnak a dolgok. Ugye régen itt a Szent Család is nézünk, ott a József voltak. A pénzkereső már még ott van, sűrűt forgott, meg a kis Jézus nevette. Ma már többször látunk olyan helyzetet is, hogy az édesapa sétáltatja a babakocsit, az anyuka pedig dolgozik. Nem lenne jó úgy nézni például a női egyenjogúságra, mint valamilyen rossz dologra, amely talán 2000 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt még egészen más volt. Ezt is tekinthetjük úgy, ami jó, hogy ezt úgy magával hozta az idő. De amit még zárásképpen mondani szeretnék, testvérek, azt még a mai evangéliumban, hogy ott az a két idős ap,
akikről hát az egyik özvegy volt, a másik ilyen fura halak volt, hogy nem akarni meghalni, meg néha megváltozó beszél. És hogy ott jön ez a Szent Család, Jézus Mária, illetve József Mária is hozzáta egy kis Jézus, hogy a múlt és a jövő milyen szépen tud találkozni. És még egy kis zárójelet nyitok, hogy mennyire fontos lesz tesszük a járvány után, hogy újra vissza tudunk találni a nagyszülőkhöz, az idősebb testvéreinkhez. Hogy most, amikor tényleg el kell, hogy szabadjunk egymástól, ne látogathatjuk egymást, milyen tényleg hozzászokunk ehhez. Hogy hát a járvány alatt is még kibírta, most is kibírja, hogy nem megyünk. Zárva, bezárva. Tehát, hogy jó lenne visszaszokni majd ehhez a, hogy összetartozik a fiatal és az idősebb generáció. De, amit mondani szeretnék, az az, hogy a Szent Családban reményt ad ezeknek az idős embereknek. És gondolkodhatunk a Szent Család vasárnapján úgy is, mint a mi plébániai családunkról. Egy olyan családról, amely képes-e reményt adni, képes-e elvinni az evangéliumot azoknak, akiket úgy sokszor félre szoktunk tolni. Olyan jó lenne, ugye a mai ünnep, a Szent Család ünnepe sokakban talán ilyen keserű ízű. Van, akiknek nem sikerült a házasságuk. Van, akinek nem lehet gyermekük. Van, aki elvált, és újra házasodott, aztán megint, és újra. Van, akinek úgy hozta az élet, hogy nem talált magának hitves társat. Van, aki elvált, és egyedül neveli a gyermekét, vagy adhatta, teljesen mindegy. De, és ugye ezeket az embereket mi jó katolikusként ugye beszoktuk nézni, ugye, hogy mert mi vagyunk itt a tökéletesek, és hát ő jó, majd üljenek hátra valóban. De az lenne a jó, testvérek, hogyha a mi plébániai közösségünk olyan közösség lenne, amely éppen az elfogadással az ilyen családokat is, az ilyen embereket is, hogy be tudná fogadni. Hogy nem éreztetné velük, hogy ők mások, vagy bármi más, hogy ők most más családban élnek, teljesen mindegy. Hanem befogadni, hogy itt ők jó helyen vannak, hogy várjuk őket, hogy itt a plébániai családban mi mindnyájan testvérek vagyunk, és egy családban tartozunk. Olyan jó lenne ezeknek az embereknek elvinni valóban, mikét ma József Mária elviszik a kis Jézust, a reményt, a jövőt, hogy nyitottakká tudunk válni a tőlünk különböző, vagy más emberekre is. Kedves testvérek, Szent Család vasárnapján kérjük József Mária és Jézusnak a családi közösségét, hogy ajándékozzon meg bennünket a bölcsességgel, hogy a múltat jól meg tudjuk élni és átadni. Ajándékozzon meg bennünket a nyitottsággal, hogy azt újra be tudjuk fogadni és be tudjuk építeni. És ajándékozzon meg bennünket a szeretettel, hogy a másokat is, hogy mindenkit be tudjunk fogadni, és családként tudjunk élni itt a templomban is. Amen.